A Röszkei Páduai Szent Antal templom 100 évét ünnepli immár egy hónapos programsorozattal a plébánia. A centenáriumi rendezvénysorozat keretében minden héten más tematikus, a templom történetéhez kapcsolódó kiállítás is várta az érdeklődőket. Legutoljára a röszkén szolgálatot töltő plébánusokról láthattak különleges fényképeket és dokumentumokat a röszkeiek. Szerencsére körülbelül tudtuk, hogy milyen anyagrész van a birtokunkban, és először megpróbáltuk szétosztani, hogy milyen tematika szerint tudjuk csoportosítani őket. Egyértelmű volt, hogy első körben azok a tárgyi emlékeink, amik már nincsenek használatban, azok kerülnek kiállításra. Hála Istennek ebből is van jelentős mennyiségű. Igazából itt a templom hátterében csak egyfajta mutató rész sikeredett, mert bizonyos tárgyakból egy-egy példány került csak kiállításra. Aztán végig gondoltuk, hogy mindezek a tárgyak valahol valamelyik fényképen megtalálhatóak. Próbáljuk meg úgy bemutatni ezeket a tárgyakat a templomban, illetve a templom eseményeiben, hogy érezzék, hogy ezek valamikor szerves részei voltak az itteni liturgiáknak, az itteni szentmiséknek. Harmadik pedig egyértelmű volt, hogy ez a 100 év ez elképzelhetetlen lett volna azok nélkül, a plébánosok és káplánok nélkül, akik itt dolgoztak, ki több ideig, ki kevesebb ideig. Így hát egy kisebb csapat munkája révén rendszereztük a birtokunkban levő dolgokat, tárgyakat, képeket, és így született meg a három kiállítás. A szegedi Szent Demeter templomról van szó, illetve annak a belső berendezéseiről, melyet hát igen komoly kutatás után sikerült a szegedi Somogyi Könyvtár közbenjárására és segítségével megszerezni ezeket a képeket. Konkrétan azokról a képekről van szó, amelynek a berendezési tárgyai láthatók, amelyek később átkerültek ide Röszkére, akár a padok, akár az orgona, vagy az orgonának egy része, vagy Mária szobor, és sok minden más, ami még megtalálható. És próbáltuk megkeresni, hogy ezek a régi képeken ez hogyan, vagy egyáltalán megtalálható-e. Óriási segítségünkre volt a Somogyi Könyvtár abban, hogy egyáltalán megtalálta azokat a képeket, vagy volt az a fotós, aki még a bontás előtt lefotózta kívül belől az egész templomot, és egy óriási segítséget nyújtva nem csak nekünk, hanem igazából az egész helytörténeti kutatásnak, illetve a múzeumnak, illetve a könyvtárnak. A képekre igazából, vagy legalábbis egy képre konkrétan az interneten bukkantunk rá, hogy ezek olyanok, mintha mi padjaink lennének. És előzetes kutatás után többet ugye nem találtunk, az is kisméret, stb. Mi lenne, ha? És akkor így jutottunk el a Somogyi Könyvtárhoz. A Somogyi Könyvtár pedig hát szinte tárt karokkal fogadott bennünket, hogy ha már centenárium ünnepségről van szó, és igen komoly kiállításról, akkor mi lenne, ha ők is úgymond ezzel hozzájárulnának a centenárium emelt fényéhez. Ezért bementünk a Somogyi Könyvtárba, és megmutatták ezeket a fotókat, amiket teljes természetesen csak kesztyűben, hiszen őrült értékesek, és máshol nem is nagyon találhatók meg nyomtatott példányban. És kiválogattuk, hogy melyek az az öt, amelyik számunkra mindenképpen fontos, és utána ez számukra digitális formában megőrzésre került, és így juttatták el hozzánk ezeket a képeket. Mi a tapasztalat a gyerekek adott esetben mondjuk ennek a kiállításnak a kapcsán? Mennyire érdeklődnek? Több csoporttal is voltunk, szétnéztünk, törekedtem arra, hogy mind a három alkalommal, hiszen mindegyik más-más szempontból mutatta be ezt a templomot. Érdekes volt a hozzáállás a gyerekek részéről. Ők igazából csak először ilyen kiállítási tárgyakat láttak.
amelyik teljesen ismeretlenek számukra nem jelent semmit. Egészen addig, míg arról nem kezdtünk beszélni, hogy ez a templom ez valóban 100 éves. Ez a templom, ez egy érték. És amikor megnéztük ezeket a zászlókat, ezeket a lobogókat, akkor kicsit közelebbről megnéztük, akkor kiderült, hogy ezek hímzettek, tehát egy nagyon gyönyörű, szép, kívülről nagyon, vagy távolról nagyon szépek, de amikor ez kiderült, hogy ez úgy vannak hímezve, és minden egyes apró munka eredménye, akkor teljesen le voltak döbbenve. Igazából nem is tudták, hogy, vagy szerintem nem is sejtették, hogy milyen értékei vannak ennek a templomnak, és miután rájöttek, hogy ez is érték, az is érték, és igazából az értéknek a fontosságát kellett elsősorban bemutatni nekik. Utána már igen fontosnak tartották, és ragaszkodtak hozzá, hogy hát akkor ezt mentsük meg, ehhez mindenképpen ragaszkodnunk kell, és meg kell őriznünk a jövő számára. És akkor most beszéljünk arról a kiállításról, amely a helyi plébánosokat, káplánokat mutatja be. Kik ők, mennyire élnek ők még Örüszke köztudatába, hiszen 100 év az nagy idő, de ha legelső plébánosra nem is emlékszik már a településen élők zöme, nyilván vannak olyanok, akik még találkoztak, nem csak a jelenlegi plébánossal, hanem sok plébánossal közülük. Az a szerencsénk, hogy Karta József atya fontosnak tartotta, hogy életben tartsa a plébánosokat. Többek között a három elődjének, nagyobb elődjének a sírját megkereste a belvárosi temetőben, és jelen pillanatban a röszkei temetőben van egy emléksír részükre fölállítva, úgyhogy a röszkeiek tudatában, ha személyesen nem is, de a neve alapján ott él az első plébánosunk, László János plébános, akinek igazából hát magának a templomnak, a templom működésének és a plébánia működésének az elindítását köszönhetjük, ugyanis a templom már áll, de plébániánk még nem volt 10 éven keresztül. Tehát ő volt az első, aki itt mindenféle írománnyal, tehát anyakönyvezéssel és más egyéb helyi dokumentációval jelen van a templom történetében. Aztán a másik két utódja, Kupasz Antal és Boris István plébános urak, ők már hosszabb ideig voltak itt. Ők is szerepelnek ezek az emléksíron, tehát az ő nevük is szerepel ezen az emléksíron. Nekik már sokkal több mindent köszönhetünk, és az idősebbjeink őrájuk már jobban emlékeznek, akár Kupasz Antal plébános úrra. Igazán idősebbek gyerekkorukból még azért vannak emlékeik a házszentelések alkalmával, egy-egy mise alkalmával. Boris István plébános urat pedig hát jobban ismerik már, ő neki nagyon sok mindent köszönhetett a település, tehát ő egy olyan személy volt, aki a II. Világháború ideje alatt teljesített szolgálatot Röszkén, és hát a háborús helyzet ben nem csak a templomot kellett irányítani, hanem bizony az embereknek is mindenféle problémájával foglalkozni, és ő érzett magában olyan aktivitást, hogy ő ezt meg tudta tenni. Többek között, hát név nélkül mondva, elmondásokból szegénységi bizonyítványokat állított ki, és más fontos dolgokat, hogy az ittenieknek segítséget nyújtson. A következő plébános, ugye, aki hosszabb ideig volt itt, az ugye már Karta József atya volt, ő pedig hát értelemszerűen aktívan él az emberek emlékezetében, talán a legkisebb iskolások azok, akiknek esetleg kell beszélni róla, de mindenki más valamilyen szinten valamiféle emléket őriz róla. Ezeknek a képeknek a kapcsán hogyan tudtak szelektálni, hogyan tudták eldönteni, hogy melyek azok nyilván az arcképek mellett, amelyek kikerüljenek a jelenlegi kiállításba? Hát akinél, tehát Kupasz Antal plébános úrnál még nem igazán volt divat az, hogy őróla bármiféle fényképet készíteni, ezért igyekeztünk olyan dolgokat
rakni az ő kép, az ő arcképe mellé, ami az ő nevéhez fűződött. Többek között ugye a Szent Demeter templom az azért van az ő képe mellett, illetve hát a Szent Demeter templomról készült képek, mert hogy egyrésztről ő ott mutatta be az első szent miséjét, amikor pappá szentelték, másrésztről pedig mindaz a berendezési tárgy, ami onnan került ide, az az ő ideje alatt került a templomunkba. Tehát ő volt az, aki közben járt ezekért a dolgokért. Aztán, ahogy a technika fejlődött, egyre inkább elterjedt a fényképezőgép, tehát Boris István atyáról már sokkal inkább vannak fényképek, akár családi közegben, akár egy-egy esemény alkalmával, vagy akár éppen ő maga valamilyen helyzetben van lefényképezve. Igyekeztünk valahogy az embert ábrázolni. Tehát mind a mellett, tehát azt, ami a nevéhez fűződik, valahogy emberként is megjeleníteni őt, hogy ő bizony volt olyan, tehát olyan közegben, amikor a családjával volt együtt, vagy csak egyszerűen egy fotelbe ülve mosolyog a fényképezőgépbe. És hát ez jellemző a többi atyára is, hogy amennyiben tudtunk róluk fényképet, vagy volt a birtokunkban olyan fénykép, ami közösségben, vagy a hívei körében ábrázolja, akkor azokat igyekeztünk kitenni.